Jelen pillanatban is vannak nálunk jóval drágább strandok, nem az volt a célunk, hogy mi legyünk a legdrágábbak. Malomsoki Krisztián a szekszárdi Családbarát strand és élményfürdőt üzemeltető helyi sportközpont ügyvezető igazgatója, a szekszárdi önkormányzat sport és ifjúsági bizottság legutóbbi ülésén arról beszélt, miért volt szükség idén a strandbelépők drasztikus megemelésére és átalakítására. Szerinte túl olcsóak voltak eddig a belépők a strand színvonalához képest. Az igazgató példaként viszont nem városi strandokat, hanem az ország turisták által leginkább kedvelt élményfürdőit hozta fel példaként. Az én feladatom, amit személyesen ellenőriztem, illetve ismerek, a Csillaghegyi strand, Pünköstfürdői strand, Római strandfürdő, Lupa Beach, Tiszaújvárosi strand. A sportközpont ügyvezető igazgatója azzal támasztotta alá érvelését, vagyis a drasztikus áremelést, hogy 2020-ban már most jóval magasabb árbevételt ért el a szekszárdi strand, mint 2019 azonos időszakában. A szekszárdiak viszont nem díjazták az áremelést. A Facebookon korábban több százan írták le ezzel kapcsolatos negatív véleményt. A vezető szerint az sem problémás, hogy idén 50%-kal kevesebben látogattak ki a strandra, mint tavaly. Ő az adatokból csak annyit realizált, hogy annak ellenére értek el magasabb árbevételt a szekszárdi strandon, hogy a vendégek fele eltűnt. 10.883 fő, ugyanebbe az időszakban az idei évben 5.874, és fölötte vagyunk a bevételben. A fürdővezető és az ügyvezető igazgató szerint nem a drága belépők miatt maradtak el a vendégek, hanem az időjárás és a járvány miatt. Csak hogy a járványhelyzet megszűnt, mire a fürdő idén kinyitott. Az igazgató beszámolója az ilyen szekszárd tagok között is vitát váltott ki, annak ellenére, hogy Malomsoki Krisztiánt ők nevezték ki a sportközpont élére. A képviselők között most mégis voltak, akik az árak mérséklésére szólították fel. Az ügyvezető igazgató erre egyszerűen csak úgy reagált, hogy a párizsi és az amerikai Disneylandet is bőven látogatják annak ellenére, hogy ezeken a helyeken sem olcsók a belépők. A Sport és Ifjúsági Bizottság egyébként a sportközpont vezetésén kívül meghallgatta és elfogadta az Aliszka Taekwondo Klub és a Fáklya Sportegyesület szakmai beszámolóját is.